volt még olyan régen, hogy én is a mögöttem látható Báthori István katolikus gimnázium iskola padjait koptattam. Itt cseperedtem fel Nyírbátorban. Általános iskolában egyébként már hallhattunk Trianonról, de gyermekként nem különösebben foglalkoztatott a téma. Mikor nyaranta hazajátogattam Szatmár Németibe, akkor sem tűnt fel, hogy egy másik országban vagyok. Tulajdonképpen sok volt a külföldi, gondoltam magamban. A gimnáziumban azonban már egyre komolyabban gondolkodik az ember, és megérti, miről is szól valójában Trianon. Nekem is a 10.-11. osztály volt, ami leginkább meghatározta nemzeti identitásomat. Azóta nemzeti keresztény identitásomat egyre inkább fejleszteni igyekszem, de elengedhetetlennek tartom, hogy valóban megértsék a fiatalok, mit is jelent Trianon 2021-ben is. Emlékszem, még az iskolában kezdeményeztem a székely himnusz iskolai rendezvényeken történő eléneklését is. Aláírást kezdtem el gyűjteni az ügyben, és váratlanul ért engem a kérdés, kik is azok a székelyek, kérdezték az iskola hallgatói. Tulajdonképpen ez adott nekem erőt és lendületet, hogy mindezen változtassak. Most pedig azért vagyok itt újból Nyírbátorban volt gimnáziumom előtt, hogy Apáthy István országgyűlési képviselővel Trianon 100. évfordulója alkalmából egy történelmi Magyarországot ábrázoló fakirakost adjak át volt iskolámnak. Bízom benne, hogy történelem és földrajz órákon nagy hasznát fogják venni, és ezáltal hozzásegítik az ifjúságot nemzeti identitásuk megszilárdításához, hiszen egyedül keresztény nemzeti értékrendünknek megfelelő oktatás, ami célhoz vezet, így teremhet életerős ifjúság és életerős nemzet.